Legutóbb november 10-én játszottak tétmérkőzést a cápák, aztán a válogatott világbajnoki selejtezői miatt hosszabb szünet következett a bajnokságban. Némi pihenőt követően ismét edzésbe álltak a nyíregyházi játékosok, hogy minél jobban fel tudjanak készülni az idei évben még hátra lévő négy mérkőzésre és az azonnali januári folytatásra. Pető Ákos vezetőedző szerint maradéktalanul elvégezték azt a munkát, amit elterveztek. Abszolút elégedett vagyok, az elején, az elején előnyeti munkát végeztünk, ami egy kicsit nehéz volt az a múlt hét elején, nagyon nehezen ö, ö, jöttünk vissza a ritmusba, de úgy érzem, hogy a, a szónak edző meccsel már azt gondolom, hogy illetve azt remélem, hogy a bajnoki ritmusba vissza tudunk találni, ami nagyon fontos lesz egy, egy, egy ilyen hónapos szünet után, hogy, ö, hogy találja meg a csapat a ritmusát, hogy tud felpörögni, ö, de bizakodó vagyok mindenféleképpen. A folytatás előtt a Falkú vezeti az NBA tabelláját 11 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 6 vereséggel a 7. helyen áll a táblázaton. Ha az összképet nézem, akkor én azt gondolom, hogy a 11 mérkőzésből 5 győzelmet talán alá is írtunk volna az elején. Az, hogy ez így sikerült, hogy 6 vereség után jött Zsinorba 5 győzelmet, ezt azért én sem gondoltam, de ugye korábban beszéltünk arról, hogy az 5. légiós érkezése mennyit, mennyit lendített, a csapaton, és bízom benne, hogy tudjuk továbbvinni ezt a formát. Azért az nem várható, hogy innentől kezdve mindig minden meccset megnyerünk, de azért szeretnék egy erős középmezőnyben maradni, és tényleg megszilárdítani a maradás minél hamarabb. Előzetes várakozásom az volt, hogy ebbe a hosszú szünetbe talán bele kell a csapatba, de hál' Istennek nem kell bele nyúlni, és látszik azt, hogy a, a, tényleg a légiósok nagyon jól be tudtak illeszkedni, illetve ami legfontosabb, hogy nagyon jó nyújtanak, úgyhogy semmire mindokolja azt, hogy cseréljünk, hogy bárkit hozzunk, vagy frissítsünk a csapaton. Egyelőre biztosan így maradunk, bízom benne, hogy a sérülések nem szólnak közbe és ezzel a csapattal tudjuk kivívni a maradást. A pénteki ellenfél Szeged eddig négy győzelem mellett ötször szenvedett vereséget. A tiszapartiak már eddőt is cseréltek, és az új tréner rögtön győzelemmel mutatkozott be a kispadon. Debrecenben viszonylag simán tudtak nyerni. Két nagyon jó amerikai hátvédjük van, és épül a játékuk, ők az előkészítés és a pontszerzés is ők vállalják. Nagyon fontos, hogy őket az átmeneti játékban meg tudjuk állítani, illetve hogy... A védekezésük ellen nagyon jó alatt és jól megtaláljuk a kinti-benti játék arányát. A 11. forduló további párosítása következő Kecskemét-Falkó, Albafehérvár, Zaleegerszeg, Atomerőmérse Deac, Szolnok-Kaposvár, Oroszlány-Pécs és Sopron körment.